Nagy tisztelettel és nagy örömmel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök neki, hogy Sümeg város adhat helyet annak a kezdeményezésnek, hogy az országban a rendszerváltás után először felújíthatjuk az ősi magyar vadászszentnek az emlékét, ünnepét itt Sümegen. Szent Euszták volt a magyarok ősi vadászszentje, amiről bizonyos értelemben kicsit elfeledkeztünk. Hála Istennek, kezdeményezésünk nyitott fülekre talált, és ennek köszönhető, hogy mint a politikai életből, mint pedig a tudományos életből, illetve a társadalmi szervezetek vezetői részéről is a legmagasabb szintről elfogadták a meghívásunkat, és itt részt vesznek. Szeretném egyenként megemlíteni, elsősorban dr. Molnár Balázs urat, a miniszterelnökség kabinetfőnökét. Ő részt vesz a Szentmisénken, azon kívül polgármester urakat, Baraskai József polgármester urat, Szentgrődváros polgármesterét, a vendéglátó polgármester úr Vég László, és a meghívott, és hála Istennek elfogadta a felkérést dr. Sándor Gyula úr, a szakmai fővédnök a rendezvénynek, a Soproni Egyetemnek a docense, és ő a Vadászkinológiai Szakbizottság elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk együtt önöknek, és remélem, hogy a következőkben nem Hubertus, hanem Hubertus Euszták, vagy az országban egyre jobban el fog terjedni az ünnepe, és újra Szent Euszták misét fogunk ünnepelni, illetve elmondani valamennyiünkért, illetve a vadászokért. Szent mise keretében megáldjuk az ország első Szent Euszták zászlóját, és hogy az atya kérte, kérem önöket, hogy a szertartás alatt, amikor a ceremónia ehhez a részéhez ér, kérem állva legyenek, tehát álljanak fel. A rendje a misének. A bevonulás után a Bakony Vadászkürt együttes egy szignált, egy bevonuló szignált fog játszani. A szignál után évközi, tehát szabályos évközi szentmisét hallgatunk. Az évközi szentmise alatt közreműködik Nagyné Darabos Gabriella vezetésével a Mihályfai Egyházművészeti Csoport, és részt vesz rajta a sümegi kürt együttes. Hát azt megnézzük, ők is most debütálnak, tehát ebbe a verzióba még együtt nem játszottak, nem kísértek misét. Izguljanak értük, és nem jön nagyon szépen, és nagyon jól fog sikerülni. A zászlószentelés után többen szalagot ajánlottak föl, ami azt jelenti, hogy egyetértenek a kezdeményezéssel, támogatják ezt a kezdeményezést, és a szentelés után egyenként fogom őket protokollári sorrendbe szólítani, és fel fogják tűzni a zászlóra, az első Szent Euszták zászlóra a szalagjukat. Részt vesz még a Szentmisén is, akkor itt sorban mondanám, hogy állnak. Az Országos Avarász Egyesület, mint kezdeményező, ami egy nagyon szép hagyomány folytat, az ország legrégibb civil egyesülete, 1835 óta az országban folyamatosan működik. Részt vesz a Capári Sümegi Kopófalka, valamint Győrfi Villám András Solymász csoportja, és a Magyar Vizsla Klub képviseletében Tóth Tamás úr. A szentmise végén a sümegi önkormányzat valamennyünket a régi keresztény hagyományok felújítása alapján egy szeretett lakomára, úgynevezett agapéra fogja meghívni, és ez az agapé itt valahol a templom körül fog megtörténni. Kérem, ezen is vegyenek részt, és egy kicsit beszélgessünk, kicsit örüljünk egymásnak, örüljünk ennek a kezdeményezésnek, amivel nagyon bízom, hogy hagyományt fogunk teremteni. Köszönöm szépen!